Balaton napja a karácsony előtti 40 napos böjtöt megelőző utolsó ünnepnap, ezért ekkor rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. A népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, valamint az advent közelettéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, mely szerint 371-ben Mártont túrpüspökévé választották, ő azonban tiltakozott ez ellen. A legenda szerint egy libaholban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette, életét csodák és gyógyulások kísérték. Tiszteletére 500 alsó tagozatos gyerek töltötte meg Pécs főterét november 11-én sötétedés után. A diákok lámpásokkal a kezükben együtt vonultak fel, miközben német nyelven mártonnapi dalokat énekeltek, sőt, még egy koreográfiát is megtanultak. Én csináltam, és egy liba van rajta, és egy csillag. Libák vannak rajta, és csillag. Márton nap van, és a libákkal kapcsolatosan Márton nap. Ilyen sablonokat használtunk hozzá, és csillagokat, meg libákat rajzoltam rá. Az ötletgazda, a Pécsi Belvárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese, német önkormányzati képviselő, aki közös ünneplésre hívta a város német nemzetiségi iskoláinak diákságát és a pedagógusokat. Amikor még az iskolánk a Városközponti Iskolának az egyik tagintézménye volt, akkor egyszer már szerveztünk a többi iskolának is, és tavaly elmaradt a járvány miatt, és német önkormányzati képviselő lettem, és akkor jött egy ötlet, hogy csináljuk ezt meg az önkormányzat szervezésében, és akkor így jött az ötlet, ahol németet tanulnak a gyerekek, nemzetiségi német oktatás van, azok az iskolák vettek részt, az alsós gyerekek 1-től 4-ig. Szerencsére a kollégák nagyon közreműködőek voltak, tehát megvolt az ötlet, megvolt a koreográfia, minden iskolának elküldtük, és ők begyakorolták, és mindenki elkészítette a lámpást, amilyet szeretett volna, és végül is most élőben voltunk együtt, soha nem próbáltuk össze, de nagyon lelkesek voltak a kollégák, gyerekek, úgyhogy nagyon jól sikerült, látványos volt. Magyarországon általában német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák szervezésében a gyerekek járják az utcákat, maguk készített lámpásokkal, és közben mártonnapi dalokat énekelnek. Úgy éreztük, hogy ugyan a Martinstag nem egy tipikusan magyarországi német ünnepség, inkább Németországban elterjedt, de az utóbbi pár évben, évtizedben itt a mi iskolánkban, Pécsett, és a környezetbeli iskolákban is, ahol német nemzetiségű oktatás folyik, van mártonnapi megemlékezés. És szerettük volna egyrészt azokban a szülőkben, meg gyerekekben tudatosítani, hogy nem csak ők tanulnak egyedül a saját iskoláikban németül, hanem máshonnan is vannak, hogy összejönnek egyszer a város főterén. Kicsit nehezítette az utóbbi időben dolgunkat a Covid, mert nem annyian lettek, mint amennyire számítottunk, de mégiscsak majdnem megtöltöttük a teret, és szeretnénk ebből hagyományt teremteni. A jövő évben már azért közel 800 gyerekre számítunk az ünnepséggel kapcsolatban. Különösen ebben az időszakban, ugye most nagyon sokáig nem találkoztak egymással, nagyon fontos az, hogy egymásra odafigyeljünk, és egymással is nagyon jó barátságban legyünk. Az iskola egy fontos szintere a szocializációnak, és ez egy nagyon fontos napja ennek a dolognak szerintünk. A gyerekek édességgel megrakott hátizsákot kaptak, melyen a Márton nap egyik fontos üzenete szerepelt: oszd meg a fényedet.